Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen Gödöllőről, ahol Szolnoki Irmának hoztuk el Novellák 2 című kötetét, ami nagyon hajaz az elsőre is. Köszönj közben nyugodtan te is a nézőket. Szervusztok, örömmel üdvözöllek benneteket. Na hát, gyorsan meg is mutattam ugye a két könyved, nem csoda, nem egyszerre született kettő, hanem a novellák ugye már 2020-ban napvilágot látott, akinek esetleg most újdonság lenne, még ez is kapható a Lira könyv hálózatából. És ugye mind megjelenésében, mind tartalmában is a folytatása az első könyvnek ez a második, de mielőtt rátérnénk, hogy mit is olvashatunk, benne egy kis kevcsinálóval is fogunk majd nektek szolgálni, megkérdeznélek, hogy az első után mik voltak az olvasói visszajelzések? Azt hiszem büszke lehetek rá, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptam, és szeretettel voltak teli mind, és annyi kedvesség állott felém, hogy nem is gondoltam volna, hogy ennyire meg tudom fogni őket, hogy az én történeteim, amik ugye javarészt családi történetek, igaz történetek, kicsit átírva és átdolgozva, és nem gondoltam volna, hogy ennyire érdekli az embereket az ilyen történet, és az ilyen családi történetek, apró elbeszélések. Nagyon, nagyon boldog voltam, és azt hiszem, hogy senkitől nem kaptam negatív visszajelzést, mindenki örömmel gratulált. Voltak olyan megnyilvánulások is, hogy hát ezt most miért raktam bele, ezt most kiről szól, vagy miről szól, hát ez az én titkom legyen, hiszen úgy írtam meg, hogy én tudjam, hogy kiről szól, nem tartozik másokra, és igyekeztem azért mindenkinek a jó szándékú megnyilvánulását komolyan venni és odafigyelni, mert én nagyon szeretem, hogyha megkritizálják a dolgaimat, mert attól fejlődök, és attól megyek előre, és attól leszek talán jobb, mint amilyen most vagyok. Volt esetleg írás, amit kiemeltek belőle valamilyen szempontból? Igen. A legnagyobb probléma az mindig az volt, hogy szomorúak a történeteim, és hát nagyon sajnálok mindenkit, de ha én egyszer elkezdek valamit írni, nem tudom soha, hogy mi lesz a vége. Valamilyen elképzelésem van róla, és általában mindig ilyen sírós lesz a vége, tehát ilyen komolyabb mondani valót tartalmaz. Nem biztos, hogy én vidám írásokra termettem, de azért egy-kettő akad a könyvben is, ami ebben a második könyvben is, ami azért egy kicsit nevetésre fakasztja talán az olvasókat. Azt hiszem, hogy meg vagyok magammal elégedve, mert én úgy érzem, hogy azok, akik elolvassák, azoknak tetszik és szeretik. És ez nagyon jó érzéssel tölt el. És az, hogy veszik a fáradtságot ahhoz, hogy írjanak nekem, és elmondják, hogy mi miért tetszett, vagy mi miért nem tetszett, szerintem ennél nagyobb siker nincsen. Mert odafigyelnek rám, és érdekli őket, és olvassák. És ez azt jelenti, ha van kritika, akkor olvassák és elolvassák. És ez szerintem jó. És írod ugye a könyv hátoldalán, a fülszövegben, hogy ugye nehéz volt az elsőből, vagyis az első kötetbe válogatni a sok novellát közül, és ugye ebből derül ki, hogy ez a második válogatás, ez már tulajdonképpen akkor is egybe volt, tehát meg volt ez egy második merítés, és mégis tudtad ugyanazt a színvonalat hozni. Igen. Van még egyébként a tarsolyban több novella? Van. Van, sok novellám van, aminek nagyon örülök, mert ha valami eszembe jut, akkor addig nem bírok magammal, amíg le nem írom. Tehát mindenféleképpen éjszaka fennmaradok, megírom, mert úgy érzem, hogy ennek papíron van a helye, és jó lenne, hogyha mások is tudnának róla, és nekiállok, és megírom. Úgyhogy van még, úgyhogy nem biztos, hogy a második könyvnél abba hagyjuk. Na hát majd szabadon fogunk, mert igen, ahogy majd fogjátok hallani, tényleg érdekes, még a rövidebbek is, mert most a rövidebbekből választottunk, hozzák ugyanazt a színvonalat, és néhány pillanatot is sikerül úgy
megörökíteni, hogy izguljon közben az ember, ugye az idegen szereplőjét, mert az olvasónak ugye az neked egyedül, aki ismerős, és hát igen, nincsenek névvel illetve benne emberek, de rögtön le tudjuk venni, hogy ki a jó, és ki a rossz ember a családból, vagy hát a barátok közülök inkább a jókról írsz. Ez szándék volt, hogy a jó barátok is meglegyenek örökítve? Igen. Általában nyíltan azokról írok, akik már nincsenek közöttünk. De igyekszem mindig úgy megformálni, hogy a családtagjai, a rokonai, ha ráismernek és tudják, hogy ő az, akkor ne legyenek megbántva, tehát igazat írjak róluk, és azt a szeretetet tudjam átadni róluk, amit én éreztem irántuk, és amit tőlük kaptam egész életem során. Tehát ők szándékosan vannak megjelölve. Aztán vannak olyan történetek, ahol szándékosan nem írom meg, hogy kiről szól, mindenki gondoljon bele, akit akar, hiszen szerintem a mai világban ez olyan figurákat fogok meg, amit szerintem mindenki találkozik egy-egy ilyen emberrel az életébe, tehát helyre tudja tenni, ha nem is azt, akiről írtam, de a saját környezetében talál olyan embert, akire bizony sajnos rá lehet húzni ezt a lepedőt, úgyhogy... De például azt azért hadd mondjam el, hogy van egy barátunk, a férjemnek a barátja volt a Totya, ő sajnos már nincs közöttünk, de ő határozottan az az ember volt, akiről muszáj volt írnom, és muszáj volt odaírnom, hogy ő a Totya. És azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerik, és ismerték, bocsánat, mert már nincs közöttünk, de szerintem ez a novella mindenkinek tetszeni fog róla, aki ismerte őt. Na hát nem is kell jobb, kezd csináló. Köszönöm, hogy elmondhattam. Igen, ennek a novellának az elolvasásához, de van benne jó sok, mert ugye ez a kötet is 160 oldalasra sikeredett, és benne van egy írás, amit már az irodalmi rádiósok, főleg akik tavaly ott voltak a születésnapi ünnepségünkön, ismerhetnek, az első disznótorom a címe, mert azt ott fel is olvastuk, abból az apropóból, hogy ugye Irma elnyerte az Irodalmi Rádió legjobb szerzője díjat a tavalyi évben. Ezt hogy fogadtad? Milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban? Hát először nem kaptam levegőt, aztán nem hittem el, aztán amikor valóságá vált és kézzel foghatóvá vált, akkor legyek őszinte, még mindig nem hiszem el. Igen, hiszen nagyon nagy élmény, és főleg az, hogy nem lehettem ott az átadón, és akkor kaptam a belső üzenőre a képeket, hogy nézd Irma, mindenki neked tapsol, ez a taps neked szól, hát fantasztikus élmény volt, és azóta se vagyok magamnál, és nem tudom elhívni, szóval hiába van a vitrínbe, hiába látom, nem akarom elhívni, hogy ezt én kaptam, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és az alkotótársaimnak is, mert azért azt hozzá kell tennem, és azt feltétlenül szeretném elmondani, hogy az alkotótársoktól nagyon-nagyon sok biztatást kapok, és nagyon-nagyon sok olyan kedves biztatást, ami lendít egyet rajtam, hogy igenis nem hiába csinálom, csinálni kell, mert van, akit szereti, van, aki élvezi, és ez az, hogy ilyen alkotótársaim vannak, ez nagyon nagy szó. Tehát, és köszönöm a szerzőtársaimnak, hogy ilyen kedvesek velem, és nagyon sokat számított a barátok, az ismerősök, tehát minden jó szó sokat számított ahhoz, hogy tovább léptem, és azt hiszem, hogy a barátoknak, ismerősöknek, szerzőtek, mindenki, aki engem olvasott, vagy véleményezett, mindegyiknek köszönhetem, hogy most már annyi novellám van, hogy gyakorlatilag már lassan, lassacskán egy harmadik kötet is napvilágot láthat majd valamikor. Na hát örülünk, ezt jó hallani, hogy az alkotó közösségben is vannak, akik bíztatnak, és ugye nem az irigységi a főszerep, amikor valaki elvisz egy díjat, és hát bennünket meg megerősített abban, hogy jól döntöttünk, amikor a novellák kettőt szerkesztettük, ugyanis az anyag már akkor nálunk volt, mikor ugye ez a díj oda ítélésre került, és így került a műsorba is, illetve a tavalyi születésnapi antológiába, és ez a disznótoros írás.
Mielőtt felolvasnánk két keszcsinálót, azt még elmondjuk, hogy a Líra könyv hálózatából, a Líra.hu-ról már is rendelhető, ugye eddig előrendelhető volt a könyv, tehát addig, aki eddig betette a kosarába, az már a jövő héten meg is kapja, de most már folyamatosan rendelhető Irmának a második novellás kötete. Az elsővel együtt nyugodtan lehet, aki mi eddig azt nem ismerni, a kettőt együtt is meg lehet vásárolni. És hát Irma a férjével és egyik fiával együtt, ugye jöttök velünk nyári táborba, és Hajdúszoboszlón júliusban együtt leszünk, de előtte még megünnepeljük a novellák kettőt az ünnepi könyvhéten is. Azt majd később kiderül, hogy Irma mikor fog dedikálni, de június 9 és 12 között az Irodalmi Rádió pavilonjánál meg lehet vásárolni majd a könyvet, ez már egészen biztos. És akkor most felkérlek, hogy csináljunk egy kis kedvet a kedves olvasóknak, és az egyik olyan írást fogjuk felolvasni, ami az egyik gyermekedről szól, a Létra a címe. A Létra. Anyámhoz látogató érkezett, egykori szomszédasszonya Rózsika néni. Egy hatalmas tálpogácsát is hozott. Anyám boldogan sietett a konyhába, a beszélgetés mellé egy finom feketét lefőzni. A terasz sarkába ott állt a járóka, benne egy éves kisfiam, Sanyika hempergőzött, kedvenc játékának gügyögött. Rózsika néni kényelmesen elhelyezkedett, megnyugtatott, ő figyel a fiamra, nyugodtan végezzem a dolgomat. Nem akartam a két asszony zavarni, hátra mentem az udvarra kicsit rendet rakni. Nem messze tőlem, nagyobbik fiam Gergő szaladgált, repülő modelljét röptette. Férjem a tetőtérben kopácsolt valamit. Kis idő múltán oda settenkedett hozzám Gergő. Lábújhegyen jött, ujját összeszorított szája elé tartva, arcán kérszeredett mosolyjal vegyes félelem. Jobb karjával intett, menjek vele. Tán fészkéből kiesett kismadarat talált, vagy egy méretes szarrazsugárra lelt. Néma kíváncsisággal követtem. A házsarkánál befordulva, mindkét kezével felfelé a tetőtér irányába mutatott. Abban a pillanatban mindent megértettem. Ha szabad lett volna beszélnem, akkor sem tudtam volna egy szót sem kinyögni. Dermedten bámultam a házfalához támasztott, férjem által ácsolt alkalmi létrát, ami a épülő tetőtérhez vezetett. A 10 fokú létre 8. fokán himbálozva kapaszkodott fölfelé egy szőke fejecske. Sanyika. Pelenkás fenekét ide-oda riszálva, mesztelen talpával támasztékot, a következő lépcsőfokot keresve mászott fölfelé a létrám. Édes Istenem, mit tegyek? Egyetlen megoldás, ha csendben felmászom utána, kis testét félkézzel a létra széléhez nyomom, és tartom, amíg biztonságosan át tudom őt karolni. Nesztelenül némán kúsztam felfelé, időtlen időnek tűnt az a pár léptafok. Láttam, a gyerek már fáradt, a talpacskák nem találtak támaszt. A létrafokon nincs időm. Minden erőmet megfeszítve nyújtoztam felfelé, és a létrának nyomtam a pelenkás popót. Ugyanebben a pillanatban felülről lenyúlt egy kéz, és elkapta kisfiam karját. Férjem munka közben meghallotta a létra felől a neszezést, és kinézett, mi az. Egyszerre kaptuk el a kis szökevényt. Ahogy a lábam földet ért, leroskadtam a létra mellé. Remegve szorítottam magamhoz a kis kalandort. Férjem is lejött, ilyetten ültünk a földön. Nem tudtam megszólalni, csak a szemem pislogott hálát Gergő fiam felé. Ő lábújhegyen osonva, még mindig némán odajött hozzám, majd halkan a fülembe súgta. Anya, ugye már szabad hangosan beszélni? Miskolci erekék. 8 hónapos fiam békésen aludt a kis ágyában. Első gyermek, megkülönböztetett figyelem kísérte minden mozdulatát. Most is rá pillantottam, sohasem lehet tudni, mikor ébredt fel hirtelen. Résnyire nyitva hagytam a szobánk ajtaját, és kimentem a konyhába vacsorát főzni. Ideges voltam, nem tudtam miért,
de gyakran benéztem a fiamra. Anyám is hazaért, belesett az unokára, majd kijött hozzám segíteni. Hirtelen rossz érzés tört rám. Félbehagytam mindent, és siettem a szoba felé. Anyám azonnal követett. A látvány megdermesztett. A kiságy üres volt. Hol a gyerek? Jött ki anyám nagy nehezen. Ott! Suttogtam, és a szekrénypolc felé mutattam. A kiságy elemekből összerakott szekrénysor előtt állt. Mögötte egy asztallal és fekete polcokkal teli rész. Az asztalon tartottam a szoptatáshoz, teáztatáshoz és egyéb tennivalókhoz szükséges kellékeket megfelelő távolságban a kiságytól. Felette, kicsit hátrébb, keskeny polcokon pár könyv és férjem egyetemi éveinek emlékei. Oklevél díszes tokban, gyűrűavató szakesten kapott karcsú kehely, benne a miskolci mérnöki végzettséget hirdető pecsétgyűrűvel. Mellette egy, a gépészetet jelképező díszes fogaskerék. Az én pici fiam odapréselte be magát. Lábát lóbálva, görnyetten ült a szűk helyen, és nagy igyekezettel tépkedett apró cafatokra egy doboz cigarettát, ami szintén egyetemi logóval ellátott emlék volt. Átöleltem, és leemeltem a fiam. Amikor már biztonságban tudtam, akkor tört ki belőlem a nevetés, hogy hogy mászott fel, hogyan tudott úgy beülni oda, hogy semmit nem lökött le, amíg elhelyezkedett. Pici ujjaival hogyan tudta kibontani a cigarettás dobozt. Ráadásul nagyon jól érezhette magát odafenn, mert amikor levettem onnan, haragosan, gügyögve mondta a magáit, kapálózott és egyfolytában a polc felé mutogatott. Vissza akart ülni. Sokáig titkon figyeltem a fiam, tudni akartam, hogy a csodába jutott fel oda. Örök rejtély maradt. Soha többé nem próbálkozott. Ha akkor nincs ott mellettem anyám, talán még én magam sem hiszek a saját szememnek.